Hey, jó, na hát sokkolom mindenkinek, újra itt vagyunk, ne haragudjatok, tegnap nem voltunk, de annyira meleg volt, és annyi munkám van nem csak itteni videózással kapcsolatban, hogy hú, na de mindegy. Ah, köszönöm szépen, el nem hiszitek így milyen jó beszélni. Van mini ventilátorunk, és nagyon néger, meg ott van Dominik is. Hello Domi! Már mindegy, már látszottál. Már láttunk, meg nézzétek, ott van Patrik. Hello Patrik! Meg a NASCAR plusz párnám, igen, párnám. Az a NASCAR-os párna az nagyon vagány, én nagyon szeretem, de ez még vagányabb. A videóvágás közben ez nagyon hasznos, de nagyon remélem, hogy egy légkondit beszereltetünk minél hamarabb, mert pusztulat meleg van. Nem kell, igen. Tehát ezzel megy a vita, vágjátok. Ezzel megy a vita, mióta nyár van, meleg van, hogy kell egy légkondi, anya szerint nem, szerintünk igen, szerinte nem, és itt nem a többség dönt, most is ordibálja. Szóval nem tudom még, hogy mi lesz, de most időnk útnak, menjünk jégkársázni. Kérdeztétek sokan? Minden rendben. Toffinak mondjuk nem tetszik annyira még az új helye, mert nincs új helye. És nem tudom, már még mindig nem állt be ez az egész szoba, szóval még mindig hadilában vagyunk vele, de elvileg holnap viszem az asztalt levágatni, még várunk, hogy mi van, de már nagyon hiányzik, hogy legyen normális a szobám, mert így én képtelen vagyok bármit csinálni, és közben rengeteget ülök. Igen, tudom Dominik, te levágod, fogod és levágod a másodikról, és az nem lenne a legjobb szerintem. Ezt nem tudom mennyire hallatszik, de most inkább lekapcsolom egy pillanatra. Szeretném nektek megköszönni, hogy már ennyien vagyunk, mert igazából tegnap ültünk le este a családdal, és így beszélgettük, hogy azt a mindenit tök durva, hogy picivel több mint egy éve kezdtük ezt az egészet, és több mint 50 ezeren vagyunk már, és a harmadik kamerámat cseréltem már, és annyira jó a kép, és tökre el lehetett indulni ebbe az egész videózásba, engem nagyon érdekel, és ez sokkal több minden legalábbis számomra, mint egy videózás, meg mint bla 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 bla. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy királyok vagytok, és nagyon szeretünk titeket, és egyre jobban szeretem ezt az egészet csinálni, meg Özsen is nagyon szereti, meg ti is szeretitek, szóval tök király minden, és ott egy minyonos párna, csak pont el van takarva. Özsen, vedd már le róla izét, pólót. Ott van a minyon, és nagyon édes. Hallod, figyelj, ezt szokta velünk csinálni a rajztanár, hogyha rosszak vagyunk, így fogja. Ne! Jó, oké, köszönöm, nem kell. Na, erősen induljunk városba, erősen. Már indulunk is. Mi van? Megmaradványkoztál! Meg! Egy kicsit csak! Egy kicsit! Özsen, ne csináld! Igen, most akkor nem lesz bajusz vizsgálat, de gyere vizsgáld meg ezt a rövid bajszomat! Gyere már! Özsen! Na hát, amíg Özsen kísírja magát, én közben mondom nektek, hogy tegnap hatalmas nagy vihar volt, és igazából egész ilyen dörgött, meg minden, még mindig, de elég kamikáze módon bevállaljuk szerintem ezt a városnézést, vagy hát városban menetelt biciklivel, mert miért ne? Mi van? Gyere! Mi van? Menjünk, mi van? Mondjad, úgy mi van? Le. Igen, leültem. Mondjad, mi van? Szia, szépen van, gazdát, de jó bajszom tudod. Így jobban látható. Vizsgálja a bajszom. Jobban látható. És akartam mondani, hogy ha Lellősi Tomás látja ezt a videót, neki ingyenes, azaz kedvezményes áron meg tudom csinálni a bajusz vizsgálatot. Közben hívnak pillanat. Hello, it's me. Békés Csaba mentő. A kórház? Békés Csaba mentő. Ja, a kórház! Elegem van abból, mindenki szívott engem. Elegem van. Ezért most kihívom Lellősi Tamást. Lellősi Tamás! Come on, fight! Later. Na hát srácok, ennyi már innen. Na hát srácok, anyáik bementek a postára. Bementek anyáik a postára, és most őket várunk. Várjuk együtt anyáikat. Five minutes later. Jó, így maradt a kamera. Na hát srácok, akkor megint várjuk anyáikat. Mikor jönnek már? Gyere bátya. Bátya megígérte, hogy vesz nekem jégkását, és mindjárt vesz, meg anyának fagyit. És hogy írjátok Patrik kék alá oda, hogy aranyos vagy.
az jó fog esni neki. Meg fog lepődni, de... Ott vannak! Anya! Fia! Mehetünk akkor Dominak ékását venni, mert Dominik azt kért, tehát felajánlottam neki a lehetőséget, hogy fagyit vagy ékását, és rámordítod, hogy jöjj ékását, akkor benne az új hadi, de aranyos az új hadi. Na de add ide, úgyhogy most már én vagyok az operatőr. És én mit kérek, tőlem senki nem kérdezik. Anya, te mit kérsz? Én elmondtam, hogy Patrik vesz neki egy fagyit. Fagyit. Kapsz fagyit. Most figyeljetek, most ilyen varázslattal ide kírjuk az Insta nevünket mind a kettőt. Úristen, oda tett ilyen varázslattal a bátyám. Mindjárt jelentkezünk, figyeljétek. Megint varázslat. Hát alig, hogy egy perc, hogy ideértünk, és egy részeg ember eldőlt a bokorba mellettünk, a másik oldalt pedig... Igen, ja. Várjatok, kérek fagyit. Jékás akció, látjátok? Mindjárt készen van. Nézzétek, miért kértem. Köszönöm szépen. Igen, ennek fekete a töltsére, mint látjátok. Na de szóval, bal oldalt elborult mellettünk egy részeg ember, és így a másik, aki volt vele, az csak így, kb. Neki természetes volt, hogy beborult, mi megnéztünk, hogy úristen, rosszul lett, de nem, csak részeg volt. A másik oldalt pedig betoltak egy kocsit, mert annak meg az aksia merült lesz, szóval nagyon durva, történik itt az események, hiába egy kisváros, és most kóstoljuk meg. Ez Bounty, fekete, nem tudom milyen ízesítésű töltsére, de nagyon jó színe van így, és finom, nagyon finom. Mindjárt Domit is megkérdezzük, mert ő is eszik. Ja nem, ő nem fagyit eszik, ő jékását. Ja, fagyit is eszel? Tudsz élni, ember, tudsz élni. Ez milyen töltsér? Ez nem tudom. Mindjárt megkérdezzük. Milyen ízű a fekete töltsér? Szóval édes, de az utóíze picit kesernyi, és akkor döntsétek ti el, hogy milyen íze van. Én nem tudom, még nem kóstoltam meg, majd mindjárt. Hogy fogjak meg még egyet? Oké, így most. Finom! Az az enyém. Ja, jaj, bocsánat, elnézést azért kérek. Finom, mert ez az enyém. De ennek nagyon jó színe van, ez nagyon szép színű. Ez nagyon finom. Jékásra meg fagyi. Írni való fagyi. Meg jó, hogy nincs érzékeny torkod. Ha, érted? Ezt tényleg mondom, finom. Finom? Nagyon. Nem jól mondtad? Finom! Na a másik durva dolog pedig az, hogy az idő ilyenkor egyben imádnivaló és utálatos is, mert igazából egy pillanatról a másikra 40 fokról 20 fok lesz. Mojito kérsz? Igen, kérek szépen kicsit. És hát igazából nagyon jó, meg nagyon rossz is, meleged is van, közben fázol is, napszemüveg is kell, meg nem. De még az eső nem esik, szóval finom. Örülünk. Finom, igazából. De én a fagyival most kielégítem minden vágyom, habár nem szoktam fagyit enni soha, de most nem itt a röpke alkalom. Nem szokott kielégíteni. Nem voltál jó. Csak a remuráim. Na hát még mindig küzdök a töltsére, hogy egyen meg, de nagyon finom, és tényleg tök jó az íze, szóval kóstoljátok meg mindenféleképp, hogyha erre jártok. Évike szokott itt lenni általában is, hogyha azért jöttök, mert mi járunk ide, akkor közöljétek vele, légy szíves. Nagyon érdekli, hogy ki jön ide miattunk, feltétlen kóstoljátok meg. Nagyon durván szép zöldre van fújva itt az egész keret. Ott voltam, mikor fújták, ott voltam. A Gyula autóházba fújták, ott is ismernek, igen. Te menő, a sztár vagy? A g***be se van a sztár meg. Ózdom vagy menő, de itt nem. Olyan. És a fagyizó az itt van a szökőkutaknál. Ott a szökőkút, itt egy ilyen, és akkor itt mellette van egyből. Szóval mindenféleképpen gyertek és kóstoljátok meg, hogyha erre jártok. És a másik, ami nagyon fontos, hogy van cukormentes, laktózmentes, mindenféle fagylalt van. És van tényleg jékása. Jó az íze. És van jékása. És van egy meglepőm számodra. No. Amit te nem tudsz. No. Bajuszvizsgáló. Igen, elhozta a bajuszvizsgálót. Oké, köszi. Na szóval, gyertek és kóstoljátok meg majd. Sleep with me, come on, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. Menjünk anyához pénzt kérni. Gyertek vele! Gyertek! Szeretem. Nem kapsz már semmit, mindent kaptál. Elég. Gyert. Majd holnap. Holnap is nap lesz. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Later.
mindjárt elindul, ezt akkor nagyon fogok röhögni. Ne már, menj már ott végig! Menj már ott végig! Azon ott, de lassan! Nem fog beindulni úgyse, lekapcsoltam a vizet. Ha beindul... Most már fél. Vigyázz! Húha! Húha, az merész! Az nagyon merész! Szerintem vissza ne csináld! Beázott hát, meg esik is. Vágjátok, elkezdett cseperegni az eső. Nem tudom honnan, fogalmam nincs. Na mindegy. Hú, Domi, ha nem kaplak el... Azt nem láttam, hogy ott vízben van. És hogy nézd meg, most már mindegy. Grat, ügyes vagy. Hát ez majdnem olyan, mint a strandon a fürdős ruhában. Akkor legyen a másik is vizes. Akkor legyen a másik is vizes, teljesen jó gondolás. Meg amúgy elkezdett szakadni az eső, vágjátok? Vagyis hát még csak nem szakadni, még csak cseperek, de mindjárt elkezd szakadni. Dominik meg már bokáig vizes. Hát most már gondolja mindegy. De igazad van. Úgy, persze, menj végig ott mindenen, fürödj meg. Aha. Jó hideg, nyáron ebben jó. Na, közben elkezdett szakadni, egy nyári zápor, szerintem Dominik újra megfürdött, hogyha másik vizes vlogot nem láttátok volna, akkor feltétlenül nézzétek meg most ott, vagy nyáron ott, nem tudom már. Nyáron itt volt, oké. Okay. De most ez most nagyon elkezdett esni, szóval én megyek inkább valóha, mert szétázik a kamera. Pill. Mint egy búvár, nem? Ja, tökre. Leszarom az esélyt. Egy igazi búvár vagy. Elázik, őt ide betoljuk valahova, mert még mindig nem indultunk el sehova. Hát tovább nem indultunk, mert ugye elkezdett esni, meg Domi megfürdött, de én mondtam, hogy lesz eső. Anya nem hitt nekem. Én elmondtam. Most anyáik azt beszélik, hogy nincs miből essen, de szerintem van. Én mondtam, hogy ott az a felhő, biztos abból esik. Én engem nem érdekel az eső. Téged nem? Engem nem. Megy újra! Menj már bele, te is. Én nem megyek bele. Jaj, várjatok, vizes a lencse! Az eső közben elállt, de Dominik cipője még nem száradt meg. Esküt nem hallod? Hát nyáron ide kijövök, hát nem kell fizetni. Nyáron ide jössz fürdeni, oké, okay, megbeszéltük. Na nem mindegy, úgyis mindegy. Úgy, de hallod, itt meleg a víz. Gondolom lehűtött. Jaj, vigyázz meg, nehogy beledéktél a vízbe. Sokáig azt mondták, a Loch Nessi szörny az csak kitaláció, szerintem itt a való mása, de, és ő a Loch Nessi szörny. Hát ezt figyelj már, nem szabad a vízbe lépnem. Érted, beleléptél. Nem szabad, de te beleléptél. Mindegy, az úgyis hamar megszárad. De ez viszont nem annyira, szóval ezzel nem megyek bele. Ja, és amúgy illetem belőször BMX-eztem ebbe, mert most BMX-el vagyok a városba. Hogyha a cipő vlogot nem láttátok volna, akkor most azt ott megnézheted. Menjünk. Szerintem az is jó lett. Hova menjünk ki? Hova menjünk ki? Lát a kamera. És akkor mi van? Megbüntet? Lábmosásért? Közterületen lábmosásért büntetést fogsz kapni. És? Hú, ez nagyon érdekes. Hova vezetnek ezek a lábnyomok? Ezek ókori történelmi lábnyomok biztos. Hívni kéne a régészeket. Vajon ezek kitől vannak? Özsentől, aki Krisztus előtt élt, és hatalmas történelmet írt. Ó, nagyon nagyot. Ő az Özsen. A vizes cipőjű Özsen.
a Loch Ness-i szörnyösen. Ott a rendőr, érted, jön? Most akkor szeretném nektek küldeni azt a dalt, hogy bocsajába léptem, sáros lett az új cipem. Igazából így szebb? Így sokkal jobb színe van. Nem? Ja. Így visszatükrözi a fék és a fehér, és egy kicsit a fekete szín. Ja. Magnifik. És akkor most menjünk bevásárolni ezzel a szép új tiszta cipővel.